Sok szeretettel köszöntöm az Emprén Televízió nézőit. A stúdióban a vendégünk Gál Attila fegyverműszerész. Üdvözöllek, Attila! Köszöntöm a kedves nézőket! Egy fegyverműszerész mivel is foglalkozik, milyen feladatai vannak, Magyarországon hol lehet ilyet tanulni, és neked hogy jött az, hogy fegyverműszerész szeretnél lenni? Tehát nálam ez gyakorlatilag úgy kezdődött, hogy nagy érdeklődéssel mutattam a haditechnikák iránt, mind az első, második világháborús, főleg ezekben mozogtam, és egyébként nagyon egyszerűen egy újságban láttam egy hirdetést, egy fegyverműszerész képzés, még a Csongrádi, ugye Dianna fegyverműszerész iskolába, és érettség után oda jelentkeztem, és belemerültem ebbe a szakmába, 2016-ban végeztem, és azóta folyamatosan fejlesztem a képességeimet, ugyanúgy, mint minden szakmába. Ebbe is nagyon fontos az, hogy az ember örökké tanul. Tehát folyamatosan érnek meglepetések, vannak változások, amiket meg kell oldani. És ezeken mindig dolgozni kell, az ember mindig élesíti magát, hogy helyt tudjon állni. Ez a szakma egyébként nagyon sokrétű, mint minden szakma. Tehát én is úgy mondanám, hogy a szakosodtam. És az nekem a specialitásaim az első és a második világháborús fegyverek, mind hatástalan fegyvereknek a restaurálása, mind pedig éles fegyverek, illetve távcső felszerelések. Tehát itt jön az a munka bele, amit ugye egy fegyverműszerész előtt áll. Tehát a Magyarországon ugye fegyverek a következő embernél vannak. Ugye vannak sportlövők, vannak vadászok, vannak ugye fegyvergyűjtők. Fegyvergyűjtés Magyarországon ugye általában hatástalan fegyverekkel történik. Sportlövészet nagyon sokrétű. Tehát ott van ugye különböző szituációs versenyek, modern fegyverekkel, vannak hagyományos fekete lőporos, tehát itt, mint ezt, amit is elhoztam pont, hogy lássuk azt, hogy ez egy olyan szakma, hogy gyakorlatilag a 17. századtól, amikor megjelennek a lőfegyverek, pontosabban megjelennek a kovászpisztolyok, előtte ugye a kanócos fekete lőporral működő fegyverek, ezeknek is a működését egy fegyverműszerésznek tisztában kell lenni. És pontosan tisztában kell lenni a modern fegyvereknek a működésével is. Azt pontosan tudjuk, hogy 1920 óta a lőfegyverek gyakorlatilag mechanikailag nem változtak. Ugye változásokat mind a lőporok, illetve a különböző speciális lövedékekben érnek el, kézi lőfegyvereknél hangsúlyozom, ez kézi lőfegyverekre igaz a leginkább. Tehát pont el is hoztam ez a lőszert, amit itt látunk, ezt 1891-ben rendszeresítették. Ez a 762x54R orosz cári hadseregben rendszeresített úgynevezett Mosin-Nagant puskához lőszer. Ezt a mai napig használjuk. Tehát azért iszonyatos dolog az, hogy 1891 óta napjainkig kifejlesztett lőszer tudjuk használni, mert annyira megfelel a követelményeknek, hogy most is a mai napig a magyar honvédségnél is ezeket a lőszereket használják a PKM géppuskákba, illetve az ukrán fronton is használják mai napig ezeket a régebbi lőszereket. Na most egy fegyverműszerész munka. Az egy precizitást igénylő és nagyfokú alázattal és figyelemmel járó munkakör. Tehát itt a hiba lehetőségét kizárjuk. És a fegyverrel dolgozunk, a fegyverhez való összpontosítás elengedhetetlen. Tehát ezeket az eszközöket, a fegyvereket, ami itt van a kezemben, ez a Mauser K98 típusú második világháborús német puska. Ezt az eszközt úgy fogjuk meg és úgy kezeljük, hogy ezt elsődlegesen arra tervezték, hogy háborúban helytálljon. És az ellenséget harcképtelenné tegye. Egy veszélyes eszköz. Tehát semmiképpen sem játék, semmiképpen se a szórakozás tárgya. És mindig komolyan, és mindig alázattal kell a fegyverhez hozzányúlni. Töltetlenség ellenőrzések,
ilyenek. Tehát anélkül a fegyverhez hozzá se nyúlunk. Ezen a fegyveren egyébként töltetlenség ellenőrzést nem is tudok bemutatni. Azért is hoztam el, mert az új jogszabályoknak megfelelően ezzel mozgó alkatrész nem lehet. Tehát a zárat meg se tudom mozdítani. Ez a legújabb hatásolítási törvény, ami sajnálatos módon a fegyvert gyakorlatilag teljesen használhatatlanná teszi. Itt lehet, mutatom is, hogy szépen be van hegesztve gyönyörűen egyébként a zár. Egy fegyverműszerésznek nagyon precízen és pontosan össze kell egy fegyvert rakni, állítani, és a javításnál is a precizitás. Ez mit takar és mit jelent? Ugye maga minden lövő, aki sportlövész, aki vadász, arra törekszik, hogy a fegyver pontosan és jó lövést adjon le. Ezt csak úgy lehet kivitelezni a pontos és jó munkával. Tehát egy távcső felrakásánál, amikor a fegyverre furatot helyezünk, amire a távcsőba kerül és a távcső, ennek a pontos beállítása ugye nyilván elengedhetetlen. Illetve, ami nagyon-nagyon fontos, és erre is elhoztam egy ilyen szemléltető darabot, ez a metszet. Na most itt tökéletesen látszik az, hogy ez maga a töltényűr rész, és itt van bent a lőszer, ez a zárnak a feje, ez egy forgó zárfej, ami gyakorlatilag zárja a fegyvert, betöltik ugye a töltényűrbe a töltényt, lezárja, és a lövés megtörténik. Itt ez a pontot a legprecízebben úgynevezett ugye idomszerekkel tudjuk ellenőrizni. Itt nagyon fontos, hogy zárolási hézag az idomszernek megfelelően legyen, hiszen most pont ebben, ami egyébként ugye ennek a Mosin-Nagant puskának a töltényűr metszete, ebben is nagyjából 2700-3000 bárnyomás van, ami nagyon fontos, hogy a fegyver a zárszerkezettel, ugye nyilván ezért hívjuk zárszerkezetnek, hogy a nyomást a cső felé és a lövedékre hasson, ne véletlenül a lövőre, hiszen hogyha a lövőre hat a gáznyomás, akkor azok kellemetlen élményekkel fognak találkozni. Tehát a másik, egy fegyverműszerész ért a fémmegmunkáláshoz, és a fához is értenie kell. Tehát itt van ez a restaurálás előtt álló 1895 mintájú első világháborús Mallicher puska, és ez még teljesen a restaurálás előtti állapot. Tehát ezt azért hoztam el, hogy lássuk azt, hogyha bekerül hozzánk egy ilyen hatástalan fegyver, egyébként a töltetlenséget ellenőrzöm is, ezen lehetne ellenőrizni a töltetlenséget, ha egy éles fegyver lenne, de itt a zármechanika működik, ez egy régebbi típusú hatástalanítás. Itt még a zárszerkezet működik, a mechanikát, az egyenes húzású zárnak a működését nagyon gyönyörűen be tudom mutatni. És itt van az, hogy a fának itt a korhadások, a szurágások és az ilyeneket tudjuk kijavítani, valamint a felületkezeléseket tudjuk újra elvégezni a fémfelületeken. Tehát itt fontos az, hogy egy gyűjtői értéke van ennek az eszköznek, és ezt a gyűjtői értéket a legnagyobb pompájába próbáljuk megőrizni. És nyilván minél kisebb a fegyver, annál nehezebb a fegyverműszerész munkája, ezt szoktam mondani. Tehát itt van ez az R78 típusú kis rendőrségen rendszeresített kis pisztoly. Egyébként ez már egy gázriasztóra átalakított pisztoly, amivel egyébként foglalkoztunk is egy ideig, hogy éles fegyverből alakítottunk át ugye gázriasztóra, hogy megmentsük őket, hiszen ez is már a történelmünknek a része. Hiszen ezt a főként egyébként női nyomozók kapták ezt az R78 mintájú pisztolyt. Egy kis apró szerkezet, és a kis apró szerkezet sok kis apró gonddal is jár. Ugye nyilván minél kisebb a fegyver, annál kisebb pici alkatrészek, kicsi rugók, és ugye ezeknek is helyt kell tudni állni, és meg kell tudni szerelni. Ugyanúgy, ahogy ugye előbb mutattam, ezt a kovás pisztolyt is meg kell tudni szerelni, és mint minden fegyverműszerésznek el kell dönteni azt, hogy melyik az a korszak, amiben el akarunk mélyülni. Nyilván mindenhez kicsit úgymond bele kell tudni látni, de fontos az, hogy az ember szakosodjon, hogy így mondjam. Első-második világháborúra szakosodtál. Ugye itt most kézilőfegyvereket hoztál bemutatni, de tarackokat, légvédelmi ágyukat, komolyabb, nagyobb kaliberű fegyvereket is ismersz, illetve értesz-e hozzájuk, szoktál-e foglalkozni velük? Igen, hát ezt úgy mondanám, hogy ilyen hobbi szinten. Tehát nem vagyok benne ezekben nagyon elmélyülve, engem főleg egyébként a harckocsik foglalkoztatnak a II. Világháborús
harckocsik, és ezeknek az eszközeik, lánctalpak, lőszerek, lövedékek, de ez az egy olyan dolog nekem, hogy ez tényleg egy hobbi. Tehát nem tudnék itt egy komoly szakmai előadást tartani a második világháborús harckocsikból. Ez egy pusztán egy ilyen érdeklődés, egy plusz olyan dolog, ugye én magam is ugye második világháborús eszközöket gyűjtök, és ez egy olyan plusz, amit egy kiállításon ugye mindenkinek megakad a szeme, mikor meglát mondjuk egy KVK-43-as lőszert. Milyen olyan nagyon különleges fegyvereket tudnál kiemelni, amik voltak a kezedbe is, és a mai napig nem feleded el, vagy azért, mert nagyon ritkák, vagy azért, mert bármi személyes gondolatot kapcsolod van hozzájuk, illetőleg a munkád során, ha esetleg van néhány olyan érdekes történet, amit megosztanál velünk, azt szívesen vennénk. Hát egy különleges történet az a életem legelső ilyen forgatásos élménye, hiszen szoktunk menni forgatásra is egyébként, mint szakértők kimegyünk, képezzük a színészeket, képezzük a statisztákat, és a helyes fegyverkezelésekre, ugye, hogyha díszőrségben állnak, hogyan kell tartani a fegyvert, hogyha harci helyzetben hogyan kell mozogni, ugye nem mindegy, hogy egy második világháborús filmről beszélünk egy Napóleon korabeli filmről, hogy tartották a fegyvert, tehát ezekkel is, tehát nem hiába mondtam azt, hogy szakosodni kell, hiszen nem nézhet ki úgy egy ember kezében mondjuk egy kovás puska, hogy két kézzel, mint a John Wick mozgunk a épületben, és így harcászkodunk, tehát mindennek megvan a szakmai minimum követelménye. És ugye itt kiemelném a forgatásokról, nagyon sok jó élményem van, és ott volt egy kazak filmforgatás, ahol egy MG42-es géppuskával be kellett állnom, hiszen autentikusan kellett kezelni, és egy géppuskát, a heveder, az adogatás, meg minden olyan bármilyen problémát, ami előfordul, a szakszerűen kell ugye kezelni, hogy látványos legyen, és ezt ugye nyilván nem lehet megtanítani pár óra alatt egy statisztának, ezért nekem kellett beállni, beöltöztettek, és eljátszottam a szerepet, hát iszonyatosan azt mondanám, hogy egy nagy maradandó élmény volt, az biztos vagyok benne, hogy, és örülök is neki, hogy nem éles helyzetbe kellett ezt kipróbálnom, de nagyon nagy élmény volt, hogy tudtam ott használni ezt az eszközt, és örök életemre egy nagyon jó élmény fog megmaradni ebből. A szakmádban balesetek mennyire fordulnak elő, akár hatástanításkor, akár más esetekben? Igen, tehát a balesetek mindig előfordulhatnak, és sajnos, ahogy mondtam, itt a fegyvereknél a mindenfokú odafigyelés nagyon fontos, és az embernek, mikor főleg éles fegyver van a kezében, tehát itt látunk az asztalon, a kovás pisztolyon kívül semmi sem éles, tehát ez minden gázriasztó vagy hatástalan, tehát éles lőszer kilövésére alkalmatlan eszköz. Ha éles fegyverről beszélünk, akkor rendkívül figyelni kell a töltetlenség ellenőrzéseket, folyamatosan végre kell hajtani, hogy semmiképpen se legyen a fegyver csőbe, a töltényűrbe éles lőszer. Tehát a figyelem, figyelem és figyelem. Ez a három legfőbb szabály. Itt nem lehet megengedni azt, hogy nem figyelünk. Tehát, hogyha nem csak a fegyverek a veszélyesek egyébként, tehát a fém megbunkálásnál is be kell tartania a balesetvédelmi szabályokat. Tehát a fém megmunkálás közben alkalmazott szerszámok, egy csőgyártásnál, egy menetesztergálásnál is oda kell figyelni, és a fegyvereknél is oda kell figyelni, hiszen nagyon nagy nyomás van bennük, mint mondtam. Ebben a 762-54R orosz lőszerben is 2700-3000 bár nyomás van, iszonyatos nagy nyomás, és hogyha valami nem megfelelő, az fel kell mérni. Egyébként, hogy egy kicsit belemenjek a szakmába, mikor egy lövésnél elkezdődik ugye a zárolási hézag nőni, vannak apró előjelei, amire érdemes figyelni a fegyver használójának is, hogy a puposodik-e ugye itt ennél a lőszernél itt a perem előtt puposodik-e a lőszer, kinyomja a csappantyút. Ezek az első jelek arra, hogy hüvelyszakadás történhet, hiszen a zár rosszul zárja le a lőszert, van hézak, tud mozogni. És ilyenkor történhet az, hogy
lefúj a fegyver, esetleg fel is robbanhat. Tehát nem idegen az, hogy hibás lőszer van, az úgy képzeljük el, hogy a lőpor, ami benne van, ugye ebbe a lőszerbe, ugye a csappantyú elégeti a lőport, gáznyomás, tehát ebben nem robbanás történik, ez ilyen tévhit, sokan azt gondolják, hogy nem robbanás, tehát égés történik, egy nagyon szabályozott égéssel ég a lőpor, gáznyomást fejlesz, és a gáznyomás belepréseli a lövedéket, ugye a húzagolásba, hogy így mondjam. És itt történt az a hiba, hogy csappantyú elműködik, de nem gyullad be a lőpor, mert hibás a csappantyú. A csappantyúnak az ereje elég gyenge, de viszont a lövedéket a csőbe elindítja, és ilyenkor lett az a hiba, hogy mondjuk még egyszer arra rálövünk a lövedékre, úgyhogy már bele van az csőbe szorulva, és rálövünk. Ilyenkor szét tud hasadni egyébként a fegyver, és a töltényűr is meg tud nyílni. Hál' Istennek még ilyennel nem találkoztam, de hoztak már, tehát személyesen nem találkoztam, hoztak már be hozzánk olyan eszközt, ami felrobbant sajnálatos módon, és sérüléseket okozott. Oda kell figyelni, tehát figyelem, figyelem és figyelem, a fegyverekről van szó, ez elengedhetetlen. Arról volt szó, hogy nagyon sok filmes tanácsadást, felügyeletet is végeztek, akár nyugati, akár keleti produkciókról van szó. De mondjuk hagyományőrzők ki szokták-e kérni a véleményedet? Természetesen, és rengeteg, nagyon sok hagyományőrző ismerősöm, barátom van, akiknek egyébként segítek fegyvereket felújítani, restaurálni, és mindig kicsit azon dolgozunk, hogy kicsit hogy lehetne jobb. Például az, hogy ennél a fegyvernél is elmesélek egy élményt, ugye ez a Mallikel, amit már előbb bemutattam. Tehát az, hogy erre is a vaklőszeresre, hogy hát van alakítva, hogy a színházi kellékfegyver lesz belőle, ugye hogyan tudjon adogatni, ugye mivel ez a, egyébként a 8x50R ez a hivatásos lőszere, és vaklőszernél átalakítjuk, mert ez a lőszer már kicsit ugye hát nem gyártják egy jó ideje, az első világháború végétől gyakorlatilag 1926-tól nem gyártják, igen, és ez a 762x54R van átalakítva vaklőszerre, pontosabban, bocsánat, vaktöltényre. Ez azt takarja, hogy a lövedék, most úgy mutatom, hogy így nincs benne, és csak a hüvely, egy összenyomott, összehúzott szájjal helyezkedik el benne, és ugye, mivel lerövidül maga a töltény, vaktöltény lesz belőle, hogy így mondjam, az adogatási rendszereit át kell alakítani, és ez egy örök probléma, hogy a színházi kellékfegyverek, a vaklőszeres fegyverek rosszul adogatnak. És ezeket a problémákat mindig meg kell oldani, ugye nyilván, mert akkor jó, akkor látványos egy hadijáték, hogyha minden fegyver tökéletesen működik, és ez fokozottan igaz egy filmforgatásra is. Tehát ezekre oda kell figyelni, és ezekben mindig nem beszélve arról, hogy ha egy restaurálásnak is autentikusnak kell lenni. Tehát milyen korszakú fegyverre helyezhetünk el. Tehát nyilván erre a kovás pisztolyra nem rakunk rá egy Red Dot irányzékot. Rá lehet rakni, meg biztos nagyon jó lehet, érdekes lehet vele lőni, csak szerintem nagyon csúnyácskán néznek ki rajta egy ilyen modern Red Dot irányzék. Tehát ezt mindenképpen mindig azt szoktam mondani, korhűnek kell lenni, és ez nagyon fontos ebbe a szakmába, hogy ezeket a dolgokat betartsuk. Van-e olyan szakmai célod vagy vágyad, amit szeretnél elérni? Hát én nagyon-nagyon-nagyon régóta szeretnék egyébként egy múzeumot létrehozni a saját kis régiség gyűjteményemből, egy kiállítást csinálni. Az nagyon-nagyon-nagyon nagy vágyam lenne, hogy ezt el tudjam érni, és be tudjam mutatni az első-második világháborús fegyvereket, el tudjam vinni. Akár középiskolákba is el tudjam vinni, nekem nagyon fontos, hogy megismerjék az emberek azt, hogy milyenek a fegyverek, és érezzék a súlyát egy fegyvernek, hogy az, hogy amik itt vannak ezen az asztalon, ezek valószínű háborút megjárt fegyverek. Tehát ez a puska az évszámát tekintve, hogy most nem tudom sajnos megmutatni, nagyon pici benne, de 1915-ös. 1915 óta eltelt több mint 100 év, és vajon mi történt vele, hol lehetett, tehát megjárhatta az első világháborút, megjárhatta
az 1919-es eseményeket. Megjárhatta a 20-as, 30-as évek második világháborút, sose tudjuk meg. Ugyanez érvényes a Mauser Kár 98-nál. Abból érdekes ez a példány itt előttünk. Egyrészt már nagyon ronda hatástanítása van, de a lényeg az, hogy 1938-ban gyártották, és van benne egy felülbélyegzés 1942-ből. Tehát valamiért 1942-ben visszaküldték a hátországba, és javítási munkát végeztek rajta. Tehát ez is maga egy érdekes, hogy a fegyvernek az útja, és a fegyvernek az útján ugye az, hogy ezzel mi történhetett, és ennek a úgymond a tiszteletadása. Hogy ez egy olyan eszköz, amivel háborút vívtak. És ezt kell megértetnünk, hogy a fiatalabb generációkkal, hogy ez nem a számítógépes játék, ez a valóság. És hogyha megfogunk egy ilyen fegyvert, erre kell gondolni, hogy ez egy emberi élet kioltására tervezett, hangsúlyozom, tervezett eszköz. Én nagyon szépen köszönöm, hogy bejöttél ide az M-Print Televízió stúdiójába. Nagyon élveztem a beszélgetést. Remélem, hogy ezzel a nézőink is hasonlóan voltak. Ha igen, akkor továbbra is tartsanak velünk. A viszontlátásra!